Kisalföld Podcast. Hírek helyben azonnal. Kedves hallgatóim, ahogy kiderült, kérem szépen, Antal Emese az én vendégem, dietetikus, szociológus, nagyon -nagy, nagy szeretettel és tisztelettel köszöntelek. Új régen láttalak, hogy ez egy kifejezetten öröm, hogy veled beszélgetetek. Szervusz! Szia, és hát látod, hogy füligér ér a szám, úgyhogy én is tökre örülök, hogy itt lehetek, és köszi a meghívást. Ez így van, kérem szépen, ugye alap a győri kötődés, az egyik zászlós hajónk az iskola terén, ugye a Révai Miklós gimnázium tagja volt, voltál fiatalkorodokán, ugye tulajdonképpen pár évvel ezelőtt, 5-10 évvel ezelőtt éve érettségisztel, jaj, Herkeli, így indítod az interjút. Már jól indul. <laughs> és tulajdonképpen azért, a műved, az alkotásod, illetve a tanulmányaid alapján, azért téged ő, számtalan égi csatornán, gondolok, itt országos sajtóban, rádiókban lehet hallani, és ennek na, nagyon örülök, és most a nagy szavakat hagyjuk, hogy mennyire öregbíted a régió, meg Győrváros írnevét, de ez igazából így van, mert amit te csinálsz, az tényleg egy misszió. Én is szoktam kultúrmisszióba, általában nem nem el semmit, nálad ugye tulajdonképpen a táplálkozás és ezzel kapcsolatos dolgok, úgyhogy ez lenne a témánk engedélyeddel. Jaj, hát most eléggé elpirultam. De hát nagyon jól esik, tehát ez, nekem, nekem ez a munkám, nekem ez a természetes feladatom, ugyanúgy, ahogy neked, mint riporter és szerkesztés. Azt szeretem egyébként, hogy hogy azon kívül, hogy rend, rendkívül könnyeden beszélsz erről a dologról, felkészült vagy. Különböző másik médiafeleten olvastam is, hogy, hogy ti ugyanezt magát a dietetikát ugye négy évig tanuljátok, de minden, ami ehhez fontos, azt neked ugyanúgy tüktig módon tudnod kell. Az, hogy mi, hogy adod elő, ettől is vagy több, mint a többi ugye interjú alany. Így van ez, mert azért ez nagyon komoly, erre vigyázni kell, és bizony nem úgy élünk, ahogy kellene. Hát abszolút, tényleg ez a dietetikus szakma, ez egy négy éves alapképzés, most már lehet akkor két éves me mesterképzést is szerezni, és ugyanúgy a négy év után mi esküt teszünk, mint az orvosok, hiszen, hogyha én nem tudom az összefüggést, mondjuk egy táplálék és a, mondjuk az élettan között, vagy egy gyógyszer-táplálék interakciót, akkor én azzal nem, hogy gyógyítani tudok, hanem meg is ölhetem azt Ártasz a beteget. Akkor. Ártani Aha. tudok. Tehát ez egy hihetetlen felelősség, és ez az, amit sajnos azt látom, hogy manapság sokan nem tudnak, hiszen nagyon sok a kókler, nagyon sok a táplálkozási tanácsadó, tehát én nyomban azt mondom, hogy én nem vagyok táplálkozási tanácsadó, én dietetikus vagyok, mert egy-két napos képzéssel azt az élettant, mikrobiológiát, belgyógyászatot, gyógyszertant nem lehet megtanulni. És pont ez az, hogy a, az, ezek az összefüggések, ezek azok, amik nagyon fontosak, csak sajnos, hogy ezt mondjam, hogy. Tehát az egyik az inkább azt mondom, hogy, hogy aminek örülök, az az, hogy az egészséges életmód az előtérbe helyeződik. Tehát nagyon egyre többen tudják azt, hogy hogy az egészséges életmóddal, és nyilván a táplálkozás az, amiben én a kompetenciám van, hogy így mondjam, összefügg a nem fertőző, krónikus betegségekkel. Tehát 70-80 a legtöbb a szívérrendszeri betegség, kettes típusú cukorbetegség, mozgásszerű betegség. én vagyok betegség. erről, majd beszélünk Oké, okay, jó, jó. Tehát, hogy ezzel összefügg, tehát a felelősséget azt, azt egyre többen érzik, és változtatnak, és akkor miért sír a másik szemem? Az azért, mert ez egy divatlet, ez egy biznisz, ez egy üzletlet. Nagyon sokan látják benne, hogy igen, akkor a sorra jelennek meg a csodapirulág, a csodamódszerek, és ugyanígy sajnos a, a már a kozmetikus, a fodrász nagyon sokan tanácsokat adnak a táplálkozást illetően. Ez annak is betudható, és én azért hajlamos vagyok, hogy megérett a világ a pusztulásra, de ne legyünk ilyenek, mert hála istennek emesete nem ilyen vagy. Én pozitív vagyok, én de optimista. nézed, de hogy ez egy kicsit ilyen trendi is vált, hogy mindig mindenki lehúz valamit, egyéni önérdek érvényesítésére való hajlam ez a közgazdaságban van. Adam Smith szájából hangzott el, ez ezért van? Na, nagyon nem jó, hogy így van, de én ezt látom, mint tendenciát. Hát igen, tehát Adam Smith, mivel a másik oldalom ezt egy szociológus, igen, tehát majd, akkor azért én is benne vagyok ebben, és érdekel is, és nyilván a társadalmi folyamatok is, de azért én azért azt gondolom, hogy persze ez az egyéni egyediség, ez benne van, hogy és hogyha így hosszú távon gondolkodunk, akkor egyre inkább személyre szabott lesz a táplálkozás is. Tehát én elvárom, hogy az én igényeimhez illeszkedjen az a termék, az a tanács, az a nem tudom micsoda, ami egyrészt egyébként jó is. Tehát az, hogy én, csak sajnos az nem megoldás, hogy mindenki mellett legyen egy dietetikus, de mondjuk ugyanúgy, ahogy elmegyünk pszichológushoz, már aki elmegy, vagy személyjegyzőhöz, tehát ezek, ezek megvannak, hogy személyre szabott, mert az életmódunk is más, az életkor is más, a min genetikánk más, tehát más kell neked, meg más kell nekem is. Hogyha általánosságokról beszélünk, hogy állunk most jelenleg te, ő fiatalkorod ellenére, viszont hosszas nagy tapasztalatod alapján meglátsz egy illetőt, egy hölgyet, egy urat, te rögtön a küllem alapján nem is kell talán megfogdoznod, tehát ne egy a bőr, mennyire izmos, stb. rögtön látod, hogy ő akár mivel küzdhet, nem mondja el, mert féltékeny, vagy mivel fog, hisz hajlamos rá, nem vettél tőle vért, egy egyéb ilyen dolgok, ezt te már azért, ezt te már azért tudod, milyen így a rendszer. Tehát engem is látta például a 133 kilósam cukor, 18 cukor, egyebek, lementem százra, már mondtad is, nagyon kedves hölgy vagy, nem csak ilyen höflikkejc form volt, ahogy a német mondaná, hogy nem nézek, igen, le kellett fogyni, mert egyszerűen édesanyámat ismered, levágják a lábadat, hülye gyerek, meg fogsz halni. Na, de ez mind vérnyomással párosult, púzus csökkentő, orzasztó dolog, ez látják a népek ezt? Na, hát ez most nagyon bocsás jó. meg kicsit sok kérdés. Volt nem, nem, hát értem. És ezt nagyon jól felvezette Ákos. Eleve tényleg minden tiszteletem, hogy, hogy így nézel most ki. Mert na az egyik, hogy felfogtad, hogy tényleg az életed múlik ezen. Hogyha ha nem változtatsz, akkor sasúban. ő rövidíti az biztos. Ha nem is Tehát ez a, Általában egyébként a kutatások is ezt mutatják, hogy az emberek akkor változtatnak, amikor valami nagyon drasztikus diagnózissal szembesítik őket. Tehát mondjuk akár egy, például egy kettes típusú cukorbetegség, vagy egy infarktus, egy stroke, egy stb. stb. Akkor változtatnak valamit, de, és akkor itt jön egy másik oldal, hogy hogy azt is látjuk a kutatásokból, hogy olyan egy-két év múlva azért úgy visszajön az eredeti szokás. Tehát mi az, amit szeretnék mondani? Az egyik az az, hogy az egyszerű megoldást választjuk, vagy hát nagyon sokan. Tehát beveszek egy gyógyszert, adjon nekem az orvos egy gyógyszert, és folytathatom úgy, ahogy ja. eddig. A hedonizmust, meg a hedonizmust, pontosan. De ez nem az. És ami következik ebből, az az a gyerekkorban. Tehát, hogyha hiszen, tehát felnőtt korban már egy rossz szokás rögzült, azt nagyon nehéz megváltoztatni, de nem lehetetlen. Tehát ezért például egy megelőzésnél a, az elsődleges az a gyerek, minél fiatalabb korban. És visszatérve, még egy, ami, ami a sok kérdésed közül az egyik, legalábbis amit én úgy értelmeztem, hogy kérdés volt, vagy el, el szeretném mondani, az pedig az, az hogy, hogy ez a megelőző szemlélet az ezért még nagyon nehéz. Tehát, hogy, hogy felfogjam azt, hogy én vagyok felelős az egészségemért. Még, tehát, egészségeg... tehát még én egészséges vagyok, de ehhez nekem egészségesnek is, ahhoz, hogy egészséges maradjak, ehhez nekem igenis tennem kell. És azt kell tennem, hogy jól, most kiegyensúlyozottan egyek, rendszeresen mozogjak aludjak, stressz, nem, nem de stresszkezelési módszereket megtanuljak. Tehát, hogy, hogy, ez fontos legyen maga ez az egészséges életmód. És ez az, ami szerintem nagyon hiányzik, és keresem a kulcsot, megmondom őszintén, hogy hogyan lehet motiválni, hogyan lehet ezt elérni az emberek. Úgyhogy, ha tudsz valamit, akkor... Nem, mese hozzád. Ki? <laughs> Légy ami érdekes, hogy aki mondjuk azon már túl van, Ugye esetben más médiafelületen, más platformon olvastam, hogy szinte azt is fontosnak tartod, hogy egy pár, édesanyja édesap, akkor még nem azok, gyermekvállaláskor is már figyeljenek arra, hogy azt a gyermeket hogy táplálják. Itt az én időmben még Mildibé volt, meg Oriza, úgy tápláltuk a gyereket, de mondjuk, hogyha ez nincs, mert a kommunizmus alatt nem volt még ilyen, stb. stb., stb. már a gyermek felnőtt és azért 15-16 évesen úgy hívják, hogy gömbi, mert három fánkot csap be egy helyett. Ö, ilyenkor azért lehet még, szintén preventív módon, mert egy gyerek ugye más a anyagcseréje, stb., Ö, nincsenek még bajai, lehet még ilyenkor szólni, mert itt az a baj, hogy én is elmentem vérvétel, de azért, mert lejárt a jogsim, tehát azért kurvinca voltam a szó jó értelmében, az akkor tudtam meg a 18-as cukrot. Tehát jó voltám nekem úgy sört inni, meg pálinkát, meg zabálni, helytelen. Uh -huh, helytelen, de visszatérve én azért korábban kezdeném tehát Jé. nem akkor, amikor valaki már mondjuk egy ö, egy lány megtudja hogy várandós, hanem amikor már szeretnének Igen. gyereket tervezni, tehát így kéne Abszolút. Mm -hmm. Igen. De de legyen így, könyörgöm. Legyen így. Mi, miért ne lenne? Tehát aki felelős, és azért szerencsére azt látjuk, hogy az ilyen, ezek a 23-30 évesek már azért odafigyel, jobban od inkább azt mondom, jó? Meg vannak olyanok, akik odafigyelnek erre a témára. Tehát, szóval, hogy tényleg már úgy kellene nekiállni, hogy így mondjam, hogy a, Kikoff meetingnek, hogy akkor tényleg jó állapotban van a mind a fiúnak, mind a lánynak a teste. Tehát tápláltsági állapot, megfelelő táplálkozás, életmód, stb. És akkor utána nyilván az is egy isú, hogy a, a gyerek, gyereknél hogyan alakulnak ki a szokások. Tehát ez, a, hogyha jól alakul ki, annak bizonyítottan egészségmegőrző és betegség megelőző szerepe van. Tehát ezért a szülőnek óriási felelőssége van, ezért is írtam egyébként a könyvet, amit hoztam majd neked is. Nagyon köszönjük. Egyet, tehát Jó. a háromtól 15 éveseknél, tehát ez, ez fontos. És visszatérve, amit mondtál, hogy a három fánk és a többi, tehát mindig minél fiatalabb az a gyerek, annál, tehát, az a jó, hogyha minél korábban megfogjuk, és minél kisebb például az a túlsúly, akkor onnan sokkal könnyebb vissza, visszajönni. Tehát ne vegyünk mondjuk egy gyerek esetében ez nehezebb, de egy felnőtt esetében, és most akkor megint tőled kérdezem, miért vettél mindig nagyobb és nagyobb nadrágot? Nem tudtad volna, hogy akkor az pénzbe is került neked? A nagyobb nadrág, amikor meg áll. négy liter cukros na. kólát, meg traubit, meg ezeket. Erről van Most szó. is nem tudom, látod egy beszélgetésünk alatt, ugye nem iszom vizet, mert nagypapám mondta, hogy vizet ugye csak az állat iszik, viszont nagyon keményen mindjárt mondott, hogy ez se jó. Mert ugye ez is általában azt így na mindegy, de már semmi nem, hogy cukrot, ilyeneket nem fogyasztok, pont azért, mert ugye akkor me megijedtem. emesen nem veszem el tőled a szót, ennek ellenére mégis. <laughs> Nem baj, de jól érzem magam. Az, az a legfontosabb. Ugye azt szeretném kérdezni, hogy, hogy ez rendben van, ez a preventív dolog, de a mai emberek, tehát aki már egy kicsit ugye idősebb hiúsági kérdésnek fogják fel, hogy én nem szeretnék lefogyni, amikor különböző szimpóziumokat tartasz előadásokat, mert esztétikailag jó vagyok egy férfire, egy lányra, vagy tényleg elmegy vért adni, négy és hat között van a hemoglobin a c most ne, nem, akarok orvoskodni, hogy neki ez fontos, hogy akkor cuki vagyok, vagy te a könyveidben, az előadásodban meg tudod vele érteni, hogy nagyon fontos a koleszterin szint, a szám, a vérnyomás. Hát, hú, ez egy nagyon nehéz kérdés. Tehát hát, hogy ez... miért hozzá? Hát ez az, azért, hogy gondolkodjak. <laughs> azért. Nem, Ö, tehát Mire hatsz. Inkább úgy mondom, mert hatni kell, mert különben nem érti meg a nép. Én, én, én azt én. gondolom, hogy ha már egy vagy két üzenet átmegy, akkor annak akkor én már boldog vagyok. Tehát amit szeretnék, és akkor most akkor mondom Jó, ezeket a Köszönöm. üzeneteket, hogy, hogy ne szélsőségben gondolkodjunk. Tehát nem nem az a jó, hogy valami nagyon egészséges, és akkor abból én rengeteget eszem, és a másik az meg fú, hanem ez a hipokratész, arany középút. Tehát, hogy, hogy mindennek a, a sok zöldség gyümölcsnek, vagy a rostfogyasztás például. Nagyon, hogy igen, hogy mennyit kell lenni. Igen, mivel nagyon alacsony a rostfogyasztás, tehát a, magyar, mi, a magyarok kevesebb zöldséggyümölcsöt eszünk, meg teljes kiőrlésű gabonát. De a másik oldal se jó, hogyha valaki túl pláne még mondjuk nem iszik mellé, akkor viszont ugyanúgy székrekedése lesz, mint hogyha keveset vízbe. Ugyanúgy a, ezek a bizonyos antioxidánsok, szerintem ja. már kedves hallgatók, ha ismerik ezt a szót, azért antioxidáns, mert segítenek. De hogyha túl sokat Például egy túl sok étrend kiegészítőt fogyaszt valaki jóval ö, magasabb, több százszor, vagy több, többszöröse megengedett Nem Megengedettnek -e, Ez attól függ nyilván, hogy melyik. Jó akkor ez úgynevezett prooxidáns lesz. Tehát, hogy pont ellenkezően fog működni. Tehát ezért, ezért ez, ezért a mértékletességre kö... ez a hívott a mértékletes fel. Ezt egyébként Hipokrát ezt mondta, nem az immediás része, a mértékletesség érdekes. Igen. Hogyha minden személynek, meg... minden személynek biztosítani tudjuk a megfelelő mennyiségű táplálékot és a megfelelő mennyiségű mozgást, megtaláljuk az utat az egészséghez. Ez moror lesz így, így hangzik, mert tudom, hogy nagy, nagy embereket csak szó szerint szabad izé idézni, de, de ez a lényeg. Mm, szociológus is, vagy ne beszéljünk, erre, beszéljünk egy picit arról, mennyire lehet mondjuk a egzisztenciálisan nem olyan szinten álló embereket is motiválni, már látom egy kicsit helyes kis arcodon, megláttam egy félmosolyt, ami nem, volt az, ne, nem is az, hogy természetes, hanem. Mert uh, nyilvánvalóan ezek az étrend kiegészítők, illetve azok az ételek, és most nem is glükóz-laktózmentes, mert mindjárt arról is beszélsz, ő nem tehetik meg. Akkor, ez, akkor is a mértékletesség ne zabál túl magad. Te is a fogyókúra, a drasztikus, idióta fogyókúra uh -huh. ellen vagy, nem most így valós. fogalmazol, mert ugye úrinő vagy. De, a de néha igen, a mértékletesség. Már a vagyok. Ugye? Igen. Ha nem tudja megvenni, megveszi a sólettet, mert egyébként finom, de abból se egyél annyit, hogy. Pontosan. Nem, hát ez, ez, ez egy nagyon fontos dolog, amit most előhoztál. Tehát, hogy a, az egyik oldal az az, hogy igen, összefüggés van, a, tehát az alacsonyabb, vagy szegényebb rétek hogy így mondjam, alacsonyabb szocioökonomiai státuszban lévőknek rosszabb az egészségi állapota, tehát ez abszolút összefüggés van. A, azt látjuk, hogy a táplálkozásban is sokkal rosszabbul teljesítenek, mit értek ezen, alacsonyabb a zöldséggyümölcs fogyasztásuk, a rostfogyasztás, a teljes kiörlésű gabonából jóval kevesebbet tesznek. magasabb a túlsúlyosak elhizottaknak a száma a körükben. Tehát összefüggés van az anyagi helyzettel. De, és ezt nagyon-nagyon szeretném leszögezni, hogy Igenis azt mondom, hogy olcsón is lehet egészségesen, és drágán is lehet egészségtelenül táplálkozni. Ez az egyik. A másik, hogy példát hoznék. És mi az, amit például az ő körükben, ö, ők mi az, amit többet fogyasztanak? Például a cukros üdítők. Na, Szemben éve. a vízzel, ami jóval olcsóbb. A hidratálásról a víz a legjobb? Én, persze, Én így érzem. Persze. És a csapvizeink is jók. Tehát azért abszolút, a... abszolút. Tehát, hogy, hogy nem minden az ár. Kérdés, hanem itt mondtam például a, mondjuk a magos, a teljes kiölésű rostos kenyereket, oké, okay, magasabb, tehát mondjuk két-háromszorosa is lehet az ára, de mit tudnak? Kérem a választ. Hm? Ja Istenem, mondanám, hogy kedves emesi <laughs> segíts. Igen, több jó, rost. Több rost, de mit tudnak a rostok? Telítenek. Igen. Tehát ez az, hogy akkor kevesebb is elég belőle, mint mondjuk egy fehér lisztből készült kenyérrel. És, És nem akkor már tehát kimegy olyan, Már után, hogy majdnem, te. tehát árérték arányban már ott vagyok. Tehát hmm. ez az, ami még egy, egy fontos dolog, hogy... Csak ne, ne, nem egy croissant, ami meg jól esik, mert hogy, is. Hogy, ezért a tudást is látjuk, hogy az ő tudás szintjük, nyilván ez az, ez az iskolai végzettséggel is azért összefügg, jóval alacsonyabb, mint, hát nem jóval, de alacsonyabb, mint mondjuk a, a magasabb szociális szinten lévőknél. Tehát egyrészt abszolút, ö, nyilván az egyénnek is van felelőssége, tehát, hogy a tudásukat növeljük, de nyilván a társadalomnak is, hogy akár mondjuk az öltséggyümölcsnek a alacsonyabb ár, adó, stb. Tehát, hogy ezért itt a kormányzat, társadalom intézkedések közétkeztetés rendelet. Tehát, hogy, hogy itt azért ez, ez, egy elég komplex kérdés. Mennyire fontos a mozgás? Gondolok itt arra, hogy megint ilyen történelmi nagy dolgokban nem akarok belemenni, de nem véletlenül az egyház is ugye ezt a 40 napos bőtöt ugye valamikor ta tartotta, mert össze-vissza ettek nyomorult emberek akkor mindent, a földön a krumpi, stb. Nem is volt ez persze akkor, ugye a klerikalitás nevében, hogy Istennek rosszak vagytok a betyárját, nagy játékosok voltak ők is, ezt én mondhatom, tehát határolódj el, Bencisekhez jártam, úgyhogy nyugodtan mondhatom, de tehát van-e ilyen, hogy, hogy te, te például, amit az előbb említettem, hogy abszolút a, a teljesen hülye, drasztikus fogyókúra ellen vagy. Mennyire vegyítette a normális étkezéssel azt a bizonyos mozgást már egy túlsúlyosnál, túlsúlyosnál amikor elmondod neki, hogy anyukám, apukám figyelj. Hát mind, hát a, a táplálkozás a mozgás édes testvére. Tehát ez kéz, a kézben járnak. Még azért jó, most azt mondom, hogy a stressz ne sértődjön meg, akkor bejöhet harmadik. Az meg na, van a fene egye, meg Na, Igen, de is. persze, ja. tehát mindenkinek van, igen, és, de a mozgással tudjuk, a, nekem, megmondom őszintén, hogyha már itt személyeskedek, nekem a futás, meg a mozgás az a stresszkezelés. Tehát én, én, hogy az, hogyha az erdőbe kimehetek, ahol eleve zöld van, tehát az is hozzá, hozzá Lélegzel, Milyen. mélyen lélegzek, meg még futok, sokkal jobban kitisztul az agyam. Tehát ez, ez abszolút élettanilag megmagyarázható. Jó, jól is nézel ki, de hagyjuk, mert a műsor elmegy egy ilyen. Jó. Na, tehát, tehát abszolút összefügg. Ö, hogyha csak abból indulunk ki, hogy, és most sokkolni fogok, hogy a magyar felnőtt férfiak 77 a az, aki túlsúlyos vagy elhízott, 77. Mi nők nálunk egy kicsit jobb a helyzet, 60 százalék. Tehát, és hogyha itt most a túlsúly, minden negyedik magyar gyerek az, aki plusz kilókkal küzd. Tehát amiért ezt előhoztam, az az, hogy, hogy mi, 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 hogyan alakul ki a túlsúly. Úgy, hogy ez az energia egyensúly felborul. Tehát úgy, hogy vagy túl többet teszünk a kelleténél, és vagy kevesebbet mozgunk. Tehát ez, ez ezért, és sokkal hatékonyabb az a szakszó testtömeg csökkentő étrend, hogyha én nem csak az étrendemen változtatok, hanem a mozgásomat is növelem. És ezt különböző pirulák nélkül is el tudjuk érni, hogyha Anta Lemese intencióira hivatkozunk. Ne gondolok itt arra, hogy akkor kapdassuk a fat burnert, mert ugye volt egy olyan időszak, mert az zsírégető, hogy ne vére, csak pont olyanokat mondok, amiket ugye tapasztaltam, meg eljárunk kondizni. Rettenetes, bizonyos emberek gondolkodása. Hát nagyon sóhajtottam, mert, sokan vannak olyanok, akiknek kell valami. Egy kell egy mankó. Tehát az a mankó, az lehet mondjuk egy szociál, tehát egy, egy csoport. Tehát azt is látjuk, hogy nem véletlenül sikeresek az ilyen fogyi csoportok, mert egymást támogatják. Nagyon sok, sok, szem, sok embernek kell az, hogy együtt menjen lemenni egy fitness teremben, mert motiválja a másik, hogy ő is dolgozni, vagy ő is mozog, mozogott. ő nem tud otthon bekapcsolni egy videót, és arra tornászni. Tehát, és ugyanezt látjuk egyébként, a, mondjuk amit mondtál, hogy, hogy ha kell, kell, egy mondjuk egy segítség, mondjuk egy por formájában például, vagy egy, egy tabletta formájában, az lehet, hogy elindítja a, és akár lehet, hogy pl placebo is egyébként. De hat a de lelkére. Hat, lelkére meg a... Igen, hat a lelkére, jobban odafigyel, de valakinek az segít, hogy kiteszi a korábbi képét a hűtőre például. De itt azért el kell mondanom, hogy reális célt tűzzünk ki magunk elé, hogyha csökkenteni szeretnénk a, tényleg a tesszújunkat. Tehát ne akarjuk a, nem tudom, 15 éves ö, korunkra, korunk beli súlyt elérni. Tehát ez az egyik, a másik meg reálisan. Tehát, hogy... De itt is a mértékletesség, hogy ne akarja három hét Na alatt, ezt ezt szerettem volna meg. mondani. Bocs, gondolatolvasó is vagy, de hát az, is kell lenned. Ferenc távgyógyásznál, ilyen innen nem hűlünk. <laughs> Jó, tehát, hogy hogy, hogy... hogy, és itt a, a pirulákra, hogyha valamit olyat látunk, hogy hogy mondjuk egy hét alatt mondjuk öt kilót is fogyhatsz, nem kell változtatnod az életmódodon, ne higgyünk el, ne higgyük el ezt. Egyébként sajnos most megint az én nevemmel is ö, visszaélnek csalók, ö, ezt már többször sajnos megéltem, nem csak én, mások is, orvosik, tehát sokan sajnos ebbe beleesünk, de nagyon örülök annak már, hogy rám írnak nagyon sokan, hogy tényleg Igen, emes ez, most uh -huh. tényleg igaz? És, és aki azért tudják, hogy én ezt, ezt nem mondom, tehát ami visszatérve, amit te mondtál, tehát hogy heti olyan fél-egy kiló, az, amit uh, reális. Hát, Optimálisan és nincs ez a drasztikus igen. dolog. Emese, el kell, hogy búcsúzzunk a fene meg. A fennmaradó három percben, nem azért jött ide egyébként, hogy ezt a csodálatos kiadvány nem az első, ugye a tolladból úgymond promotált, ezt, uh, Pontosan mi a cím, illetve kinek ajánlod, röviden össze tudnád-e foglalni, hiszen, és tényleg ezt így mondtam, hogy van a nyinya, meg van a pinta, de ha te vagy, akkor mondjuk a Santa Maria. Jó, ezért nem is volt a rossz. Történt, Kicsit ilyen 1400

mert azért ez fontos, aki hozzá szeretne jutni, kinek ajánlod? Jó, hát én, amit ö, most elindult egy új kezdeményezés, ez egy személyre, ahogy említettem, hogy személyre szabott a táplálkozás, ez a miből tegek.hu. hogyha ö, regisztrál, a, regisztrálunk, ezen a honlapon minél több adatot kitöltünk, tehát például a vérnyomás értékünket, a családi hátteret, a haskörfogatunkat, a az életmódi szokásainkat, akkor egyre, egyre, személyre szabott, annál inkább személyre szabott tanácsokat ö, kaphatunk. Plusz, amit mi most ö, még kidolgoztunk, az azt látjuk, hogy akkor ö, általában akkor bukik meg az életmódváltás, hogy ö, ami, hogy hosszú távon, tehát hogy nincs, aki fogja az ember kezét. Tehát, hogy elmegyünk mondjuk egy orvoshoz, dietetikushoz, de utána nincs meg az a luft, az a hogy, hogy igen. De az én embernek folytatom. a párja sem olyan, mármint kéne, hogy olyan legyen, ezért ebbe a könyvbe azt a fogódzót megtalálná. Ebben a, ebben a honlapban vagy megtalálja. Tehát Igen. ez a miből egyek.hu, mert kidolgoztunk egy úgynevezett digitális asszisztenst, aki hetente Na. kétszer ö, küld egy személyre szabott üzenetet. Ez lehet motivációs, pont, mit tudom én, hogy nem iszol eleget, akkor tessék inni, vagy azt mondtad, hogy új recepteket szeretnél, tessék recepteket, főző főzővideókat, tehát személyre szabott tanácsot és ezt a motivációt fenntartjuk ezen, ezen a honlapon, tehát ez a miből mennyit egyek.hu, és ez ingyenesen abszolút, úgyhogy regisztráljanak, és plusz 40 órás dietetikai tanácsadást is lehet most nyerni. És ez a honlap kérlek szépen, kedvesem, és a simogat is, de ha kell, megfedd? Pontosan. Csak azért tehát... gondolom, mert nyilván te mondtad, hogy métekletesség, tehát nem három hétig kell mondjuk nézni a honlapot, illetve betartani a gondolatokat. Hoppá, hoppá, itt mintha egy picikét csaltál volna, mert nem jönnek az eredmények időről időre, ezért gondolom hogy akár meg is fedhet kultúrát. Hát az, az eredményeket azt úgy tudja módosítani, hogy mi beírjuk. Tehát ezért nagyon fontos... Tehát ne csaljon, bocsánat, a térfogat... elkezdtük, alap. elkezdtük a, a... Tehát beírtuk a, a kiinduló állapotot, hogyha tényleg valaki mondjuk két hónap múlva lefogyott, és változtak a paraméterei, tehát mondjuk a testtömege, a haskörfogata, akkor térjen vissza, és módosítsa azokat az adatokat, mert akkor már ahhoz fogja küldeni nyilván a tanácsokat ez a... Nem, és én egyre kérnélek, ugye nem vagyok egy követelőző típus, hogy amikor gyű őrbe jársz, felkeresel engem mindig. Mert Abszolút, szerintem. ezt megígérem. A hallgatók megígérem. miatt is ugye, kérem, mert ugye ezek az intenciók, ezek a gondolatok nagyon fontosak. Nagyon köszönöm, hogy megtiszteltél. Én is köszönöm. Szépen és jó egészséget kívánok. és a Föld Podcast! Hírek helyben azonnal!